Ilyen jó hangulatban telt a tavalyi EFOT, ahogy az azt megelőző években is. A fiatalok egyik legkedveltebb fesztiválja több mint 100 aktivitással, több mint 20 egyetem részvételével és több mint 40 kipróbálható sportággal várja az érdeklődőket július 10-e és 14-e között a Velencei tópartján. A fesztivál a legtartalmasabb nappali program lehetőségeket szeretné kínálni a nyári zenei fesztiválok közül, nyitva a családok felé is. A 14 év alattiaknak szülői felügyelettel ingyenes lesz a belépés, és új önálló jegytípust is bevezettek a fesztivál nappali eseményeire. Egyrészt van kezdetnél családi belépőnk is, ami két szülő legalább egy gyerek, illetve egy szülő legalább két gyerek esetén is így van, és ezen felül pedig a 14 évesek alatt, 14 évnél fiatalabbak pedig kísérővel ingyenesen tudnak jönni a rendezvényünkre. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egyébként a mi fesztiválunk az nem az, hogy nem drágult a évhez képest, hanem a egyes jegy típusaink és egyes időszakokban, kifejezetten a kezdő időszakokban még olcsóbb is volt, mint tavaly. Az idei évben sem lesznek külföldi előadók, olyan hazai hírességek koncerteznek majd, mint Majka, a Valmár, Manuel Tídeni, Lil Frak, a BSV, Metzger Viki, a Margaret Island, az Airi Mafia, vagy éppen a Blaha Louisiana, de sok más húzó név is megtalálható a zenei kínálatban. Fantasztikusan jó most a magyar zenei felhozata, nagyon régen volt ennyire erős line-upja a magyar könnyűzenének, és arra is büszkék vagyunk, hogy az Ariának, ugye, ha jól tudom, 10 fellépése lesz az idejében, vagy van az idejében, és abból az egyik nálunk lesz, úgyhogy abszolút őt tekinthetjük egyrészt egy ilyen húzónévnek, de az egyetemisták kedvencei, akár mondjuk egy, gondolok itt egy Jude Law-ra, egy Beethoven-ra, egy Kluge-ra, egy Carson Comára, de akár a mondjuk a Bolt egyetemistáknak, vagy az egyen idősebb korosztály, akár mondjuk Well Hello, Halott Pénz, Tunami Masszív kedvelői is meg fogják találni azokat a zenekarokat, akikre igazán jót fognak tudni bulizni. Egy jó hír a környékben élőknek pedig az, hogy a helyi lakosok és a szomszédos településen élők érvényes lakcímkártyájuk felmutatásával a szerdai és vagy a csütörtöki programokra kaphatnak ingyenes napi jegyet. A Kulturális és Innovációs Minisztérium pedig 500 EFOT bérletet ajánl fel a külhoni felsőoktatási intézmények számára. Már csak pár nap tehát, és indulhat a visszaszámlálás. Az idei EFOT házigazdája az Óbudai Egyetem lesz. Újdonság, hogy lesz house piknik is nappali buliként, de gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. A kicsiket ugrálóvár, dodgem is várja, és lesz gyermekmegőrző is.